Kérdeztetek tőlünk olyat, hogy van-e olyan, amiben teljesen ellentétesen látjátok a világot, és nehéz elfogadni a másik álláspontját. Például vallás, politika, családalapítás, fontossága, célok, alkohol, dohányzás, stb. Szerintem össze is foglalta, hogy miben különbözünk, de teljesen más a politikai beállítottságunk. Teljesen. Ez a két pólusnak, tehát hogy... Pólus. Pólus. A két pólusnak, nem tudok beszélni. Na mindegy, tehát hogy az teljesen különbözik, ami fura lehet amúgy, mert csomóan megszállták, hogy mondjuk én ugye politológus vagyok, és hogy ez egy ilyen kulcs téma kéne, hogy legyen, és sokan megszállták ki, hogy nem zavar engem, hogy olyan idegen vagy. Viszont például nálunk az én szüleimnek is teljesen más a politikai beállítottsága, de náluk ez konfliktus helyzetet szülhet, mivel a családi háttér miatt alakultak úgy a politikai nézeteik, ahogy. Mi viszont már egy ilyen, hát egy szabadabb generáció vagyunk, olyanok, akik nem ugye a szocializmusban szocializálódtak. Szóval nekünk saját választás volt, és kevésbé befolyásolta a családi háttér azt, hogy milyenek a politikai beállítottságaink, és ezért szerintem kisebb konfliktusokat szül. Nem szépen összefoglalt, de valamilyen tudományos volt. Köszönöm szépen. De így van, hát... Ja. Szóval az más, ugye, amikor egy időben sokat veszekedtünk, az azért volt, mert hogy a jövőnket máshogy. Tehát szerintem a legnagyobb különbség és a legnagyobb töréspont nálunk az, hogy máshogy képzeljük el a jövőnket. Most nagyon deep leszek. Egy közös pont van, hogy ugye együtt képzeljük. Igen, ez az egy igen. Közös pont a jövőnkbe amúgy. Most nagyon deep leszek, de szerintem nálunk a kapcsolatunkban még ez fog konfliktusokat szülni, hogy a jövőnket egészen máshogy képzeljük el. Hát igen. Kínos! Próbálunk kompromisszumokat keresni. Igen, és 7 évig működött, szóval reméljük, hogy a további 80 évben is működni fog. Mennyi idő után ismertétek meg egymás családját, és voltak ezzel kapcsolatban nehézségek? Én csak arra emlékszem, hogy egy év után voltam nálad, de semmi nem maradt meg abból, hogy milyen volt az első reakció, vagy ilyesmi, tehát hogy olyan rég volt, tényleg fogalmaztam. Én egy dologra emlékszem, de nekem volt a te családokban. Egyébként igen, egy év után mentünk át először egymáshoz, egy év után... Konzervatív emberek vagyunk, attól nem. És hát így egy év után aludtunk ott egymásnál először, és ekkor ismertük meg egymás családját is, és én arra emlékszem abban, hogy megismertem a Soma szüleit, hogy fent voltunk a mi lakrészünkben, vagy hát így a Soma szobájában. Ott nem tudom, beszélgettünk, meg ilyenek, és tévéztünk, és utána elindultam volna hazafelé, és lementem a lépcsőn, és láttam, hogy ott ül a konyhaasztalnál a Soma anyukája, meg a Soma apukája, és próbálják rávenni az öccsét, aki nem tudom akkor mennyi idős volt a Samu. 4 éves talán? Majd 5, igen. 2005-ös, tehát. Ja, szóval ott ült a Samu a... Ja, ott ült a Samu, vagy ott volt velük a Samu a konyhaasztalán, és Samu egy kicsit fura, nehezen nyílik meg így idegenek előtt, és emlékszem, hogy próbálták rávenni, hogy menjen a fürdőkádba, és mondták neki, hogy jó, gyere Samu, hajtogatunk neked hajókat, és egyik szülője se tudott hajtogatni hajót. Én meg, nem tudom, ilyen tök kreatív vagyok, vagy hát szeretek kreatívkodni, és hajtogatni is tudtam, és akkor így mondtam, hogy na Samukám, két kéményes vagy sima hajót szeretnél? És akkor hajtogattam neki, hogy 50 hajót, ilyen két kéményeset, simán mindenfélét. A szülei azok így néztek rám. Samu kimászott az asztal alól. Nem szólt hozzám, de kimászott az asztal alól. És elmentek fürdeni együtt. És ez ilyen hatalmas büszkeség volt nekem, hogy ezt így megoldottam ezt a helyzetet, és utána minden alkalommal, amikor átmentem Somáékhoz, akkor vittem egy kis valami hajtogatott figurát, valami kis origami figurát az öccsének. És akkor egészen hamar hozzám szólt. Te azért sincs így élmény, mert ilyen tök sima volt mind a kettő. Ja, amúgy nagyon lazák a szüleink, nekem is, meg neki is, és semmi. Tök jól el vagyunk. Azóta egyébként például együtt járok balettre a Soma anyukájával, meg az én anyukámmal, szóval ők még jobban is vannak egymással. Hol volt az első közös nyaralásunk, és hova szeretnénk még eljutni együtt? Az első közi nyaralás... Külföldön, Szlovénia. Az az egész borzalmak katasztrófa volt. De jó volt a közös nyaralás, én élveztem a munkát. Igen, meg én bírtam az anyukáddal való lógást. Ja. Nem, annyi volt, hogy sátor, ilyen nagy lakósátrat béreltek nekünk, erre kiderült, hogy az csak egy sátor hely. Szóval egy lakókocsiban aludtunk 6-an,
Hát egy ilyen, nem lát, egy ilyen apartman, csak ilyen átalakított, tudjátok ez a... Nem, az lakókocsi volt. Tényleg? Aha, az egy ilyen lakó, egy ilyen, amit utána kötetsz valami utána. Nem, az nem lehet. De, kereke volt, csak jól találkozom. És abban aludtunk hatan, és visszafelé úgy késtük le a vonatot, hogy el kellett vinni a Soma apukájának Ljubljanáig, hogy haza tudjunk jutni. Mert lekéstük a vonatot úgy, hogy konkrétan így meg tudtuk volna jutni, csak már elindult. És így jártunk. És hova szeretnénk még eljutni közösen? Jaj, hát ez nagyon vicces. Hát én teljesen egyet lennék, hogyha életünk maradik részében azon a nyarás, hogy le vagyunk két hétre Balatonfüredre, tehát hogy én engem csak ez egy kérdékítene, úgyhogy a célokat a hédi határozza meg, hogy hova szeretnénk menni. Én folyamatosan utaznék nagyjából bárhová, tehát hogy én Dél-Afrikától kezdve Közép-Amerikáig mindent megnéznék az egész világon, és még a környező országokból is van, ahol nem voltam, és azonnal mennék. Tehát, hogyha most adnál neki egy buszért, akkor én így hello! Soha meg olyan... Ja, és én olyan típus vagyok, aki ilyen hátizsákos turista, szóval én... Nem tudom, én voltam nomád táborban, és én elalszom a földön, elalszom egy hálózsákban, kiásom magamnak a latrinát, nem tudom, bármi. Soha meg az a típus, aki... Akkor egy ilyen 4-5 csillagos szállodapon meg. Akkor megbeszéltük, hogy majd olyan lesz a... Mi az? Honeymoon? Hogy hívják azt? Nászút. Olyan lesz a nászútunk, hogy elmegyünk valahova trópusi helyre, ő egy 4 csillagos hotelben lesz, én meg majd megyek a dzsungelben. Ez a terv. Szóval nyilván itt is kompromisszumot kötünk, úgyhogy... A szokásos. Szeretnénk egy gyereket a közeljövőben? Szeretnénk? Hidd itt kivetem, fiatal anyuka akar lenni. Igen, én tökre szeretnék szép és vékony lenni, de mivel már mindjárt 23 éves vagyok, ezért ez nem fog összejönni. De persze, hogy... Viszont Soma akar több gyereket. Szóval igen. Bele kell húznia, hogyha, hogyha ezt akarja. Majd így lábbal 50 évesen is lehet szülni. De nem akarok 50 évesen szülni. Milyen szar az már a gyerek? Szóval igen, mindenképpen szeretnénk, csak... Amúgy van egy csomó olyan kérdés, hogy összeházasodnánk-e, összeköltöznénk-e, stb. Igen, már évek óta az a terv, hogy összeköltözzünk, csak anyagi akadályai vannak a dolognak, mivel mind a ketten tanulunk, és nekem a videózás és a blog mellett nincs időm dolgozni, Somának meg a suli mellett nincs ideje dolgozni, szóval... Megfocizok. Szóval nincs időnk dolgozni gyakorlatilag, viszont reméljük, hogy a diplománkkal meg a tehetségünkkel majd lesz annyi pénzünk. Hogy egy albérletet ki tudjunk fizetni, reméljük. Jó lenne így a mai világban, nem? Szóval igen, és akkor, hogyha összeköltöztünk, akkor már a házasságnak és a gyereknek sincs akadálya. Igen, meg egy közös kutyának. Kutya! Cica! Az gyorsan le lesz darálva szerintem, hogyha mi egyszer végre összeköltözünk. Igen. Volt ilyen kérdés is, hogy fogják hívni a gyerekeket. Az jaj, hogy mi a kedvenc nevünk. De nem lőjük el, mert nem akarjuk, hogy lenyúljátok. Igen. Titok. De egyet elmondhatok, de ami biztos, tehát az első fiunkat Baltazárnak fogják hívni. Nem fogják. De. Nem. Te fogod úgy hívni. És akkor is megvehetünk egy békapáttal. Mit szeretünk egymásban a legjobban? Milyen tulajdonságokat? Uh-huh. Kezdte. Anyádat. Nem tudom, én szeretem, hogy okos vagy. De ez így nagyon ilyen hangzik. Nem tudok elvitatkozni. meg hogy nem vagy olyan, mint én. Szóval, hogy ki tudsz békíteni, meg ilyesmi. Hát én hígyben nagyon szeretem azokat a tulajdonosokat, amiket így lek is tőle. De ezek mondjuk ilyen nem biztos tulajdonosok. Tehát, hogy inkább ilyen képességek. Imádom az ének hangját. Gyönyörűen szép hangját. Nagyon szeretem, meg a szép érzékét. Ezt mind a kettőt nagyon irigylem, tehát... Jó, de ez szubjektív. Nem, ez tény. És amúgy azt szeretem, hogy ilyen bevállalós, és kimozdít engem a komfortzónámból igazából. Ja. Ez az egyik legfontosabb szerintem. Ez tetszik. Ügyes vagy. Sokan kérdezik. A másikba? Palaszkodnék egy kicsit, ja, jó? Na, akkor mindig. Olyan volt, hogy szoktunk-e veszekedni, és nagyon sokan kérdezték, hogy van-e veszekedés ellen valami gyógymódunk. Tehát, nem szoktunk veszekedni, és ez azért van, mert a Hidi nem tud veszekedni. Én nem tudok, én olyankor megsértődök, és nem zúlalok meg. De ez...
Olyan, mint az elektív mutizmus. Van bennem valami gát, ami megakad. Tehát nekem kell idő, hogy megemészem a vita tárgyát, meg hogy a frappáns riposztokat kitaláljam a fejemben. Hídi maximalista is mindig elképzel magának valamit. Elképzeli a randinkat, elképzeli ezt a videót, elképzeli, hogy milyen ruhát fog venni. És hát nyilván mindenki jobban képzeli el, mint ahogy valaha el fog készülni. És akkor, hogyha nem az történik... Ez most úgy hangzik, mint hogyha valami... Nem, amúgy ez tök jó tulajdonság, mert szeretem, hogy mindig a legjobban törekszik. Azt csak nem szeretem, ez már perfekcionista. Nem, abban sincs baj. Azt nem szeretem, hogyha nem jön össze, akkor a hírgy az így hirtelen elnémul, így bambul, és akkor látom azt, hogy akkor most fél óra és egy nap között, amíg le nem nyugszik, addig nem fog hozzám szólni. És csináltok bármit, de tényleg bármit csináltok, akkor se fog hozzám szólni. Jó, de ez nem veszekedés. Tehát, hogy van olyan dolog, de van olyan dolog, amikor konkrétan összekapunk valamin. Na, akkor is ez történik. És igen, és akkor is az van, hogy én egyszerűen nem tudok arról beszélni. De nálam a jó dolgokkal is így van, és a szüleim 23 évesen értik meg, hogy ha hazajövök valahonnan, mondjuk egy idegen országból, akkor nem az van, hogy így leülök, és akkor elmesélem az egészet, hogy mi történt, hanem hogy kicsit magamban legyek, hogy emészgessem, és akkor majd, amikor nekem ahhoz kedvem van, akkor kimegyek, és elmondom nekik, hogy mi volt. És ugyanígy a rosszakkal is, szóval nekem idő kell. Volt egy olyan kérdés, hogy milyen állatokat szeretünk, szeretjük-e a lovakat, és lovagoltunk-e már? Nincs az That sounds nasty! Nincs ez a pénz, amiért fölni kell, úram. Én lovagoltam, én 4 évig lovagoltam. El nem tudom képzelni, mi vissza egy embert arra, hogy olyan állat rájön, ami meg tud ölni téged. De tényleg, az rúg egyet, eltűnik a koponyád és meghalsz. Egy kutya is meg tud ölni. Hát egy kutyára se ülnék fel. Nem tudom, de mindegy. Somagyába. És nem szereti annyira az állatokat, mint én. Én imádom az állatokat, lovagoltam is. De amúgy nagyon őszinte leszek, sose volt saját lovam, és ezért soha nem éreztem magam annyira közel hozzájuk, mint mondjuk más állatokhoz. Szóval, hogy mondjam, hogyha nem vagy tényleg mindig együtt egy állattal, akkor olyan, mintha egy idegen emberhez mennél mindig oda, és így rákéreckednél a hátára, az annyira random. Szóval én nem tudtam igazán megszeretni. Biztos más lenne, hogyha lenne egy saját lovam, és tényleg az enyém lenne, gondoskodnék róla. Jó, ezt majd elmondod, amikor csak téged kérdeznek. Jó, van. Bocsánat. Milyen hagyományaink vannak, és nem a hógömb, mert azt már tudják. Milyen hagyományaink vannak? Hát, talán van egy olyan, hogy amikor itt alszok, tehát két nap kivitelivel mindig, tehát hogyha valaki egymásnál alszunk, akkor mondjuk amikor lefekszünk, akkor én mindig addig simzem a haját, amíg el nem alszik. Az a legjobb szokás, ember. De... Hogy például van egy még jobb, amit én szeretek, hogyha például viszont nem vagyunk együtt, akkor sose alszunk el, úgyhogy nem hívjuk fel egymást. Tehát, igen, hogy... mindig beszélünk egymással. Legalább... Meg hogyha az egyikünk bulizik, ami gyakorlatilag kb. Évente egyszer van, akkor mindig írunk a másiknak, hogy hazaértem, tudom, hogy már alszol, nagyon szeretlek, holnap beszélünk, stb. Valami szokás? Biztos, hogy van egy csomó szokásunk, csak most egy se jut az ünkbe amúgy. Mármint 7 év után már akarva akaratlanul is kialakulnak ilyen szokásunk. Mi a legviccesebb becenév, amit adtatok egymásnak? Ugye a beszélzések terén ugye a bogárnak szoktam hívni, és akkor mindig mindenfajta bogár éppen, ami jön. Alapból cicának kezdtük el egymást hívni, én kezdtem Somán cicának hívni, és ez azért vicces, mert poénnak szántam, szóval szerintem az tök gagyi, hogyha valaki cicának hívja a másikat, és utána annyira megmaradt ez bennünk, hogy most már mindig cicázzuk a másikat. És már most már azt kiveszett, és szoktuk. Én mindig cicának hívom, ja. Nagyon hülye. Ja, ilyen tényleg. De én nem szoktam téged cicának hívni. Nem, én szoktam téged. Mm. Meg én olyanokat szoktam, hogy cicafej, nyuszifül, ilyen hülyeségek. Minél nagyobb hülyeségek. Bababogár, meg ilyenek. Bababogár. Igen. Ő babának, vagy bogárnak, vagy bababogárnak szokott hívni. És olyan mit is, szerintetek, hogy lehet könnyebbé tenni a távkapcsolatot? A távkapcsolatokról is sokan kérdeztetek bennünket. Pedig nem is tudtátok, hogy volt. Ja, nem. Volt... Igen? Igen. Szóval én egy évet jártam Veszprémbe a vegyész mérnökire, csak aztán rájöttem, nem az én hivatásom. És de tehát, hogy ez nem volt igazi távkapcsolat, mert ugye hétfőtől péntekig lent voltam, de viszont hétvégén meg végig együtt voltunk. Az az igazság, hogy ezt a kérdést egyébként mondtam Somának, hogy majd legyen benne, és tök vicces, mert ugyanazt válaszoltuk erre mind a ketten, szóval szerintünk egy
egy igazi távkapcsolat, ami tényleg olyan, hogy mondjuk hónapokig nem látjátok egymást, és a világ két különböző részén vagytok, szerintünk simán működhet, mert mi tudjuk magunkról, hogy ha akkor velünk ilyen történt volna, akkor az is működött volna, vagyis én úgy éreztem. Te is úgy éreztem. Mm. És azt mondtuk, hogy ennek az a megoldása, hogyha kitűztök magatok elé egy célt. Szóval, hogyha most az van, hogy egy buliban megismerkedtek, és utána visszaköltöztök a saját országotokba, ami az egyik Európa közepén, a másik meg Dél-Amerikában van, akkor valószínűleg nem fog működni. De hogyha mondjuk munka vagy suli miatt megy el az egyikőtök, és tudjátok, hogy kereken 4 év múlva együtt lesztek itt és itt, akkor simán működhet, mert láttok egy célt lebegni a szemetek előtt. És addig meg vannak bizonyos dolgok, van, mit tudom én, Skype, meg Facebook, meg minden szar, hogy gyakorlatilag szinte együtt vagytok folyamatosan. Az meg még jobb, hogyha esetleg el tudtok utazni egymáshoz, mert az a legjobb dolog a világon, hogyha együtt tudtok utazni, meg megmutatni a másiknak, hogy hol éltek, meg ilyenek. Azért remélem, hogy soha nem kell kipróbálnunk. Reméljük. Soma egy csicska? Szia, Ádám. Igen. Volt egy olyan, hogy mondjuk el egy szóval a tartós kapcsolat titkát. Kompromisszum. Munka. Soma, hogy viszonyul ahhoz, hogy YouTube-ozol? Ja, tényleg voltunk. Vagy blogolok olyan. Vagy blogol. Hát én szerintem mindig is támogattam. És főleg a... hogy így most már egyre jobb. Tehát, hogy mindig is láttam rajta, hogy élvezi ezt a dolgot, és nyilván, hogyha az ember élvezi, akkor támogatja a másik, aki szereti. Tehát ez tök egyértelmű. Amúgy sincs semmi bajom. Meg én aztán nagyon nagy YouTube fogyasztó vagyok. A minőségitől a trashig. Én mindent fogyasztok a YouTube-on, úgyhogy... így meg van plusz egy tartalom, amit tudok nézni. Hát én azt mondanám, hogy ennyi kérdés bőven elég volt, mert szerintem 50 perce már biztosok, amelyet nézünk. Nem, majd szerettem a hosszú videókat. Ja, hát nagyon sokan, tehát azért akartam megcsinálni ezt a párkapcsolati hetet, mert már korábban is, Tumblr-on is, meg mindenhol nagyon-nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban, hogy mi a hosszú kapcsolat titka, hogy csináljátok, blablabla, bla, bla, és gondoltam, hogy tényleg hasznos lehet, hogyha így együtt megpróbálunk válaszolni egy pár kérdésre. Nagyon sajnálom, hogyha esetleg valamire nem jutott időnk, és hogyha lesz rá igény, akkor csinálhatunk máskor is ilyet szerintem. És köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Nem sokára érkezik a következő párkapcsolati témájú videó, és lesz viccesebb is, meg aranyos is, meg minden, úgyhogy... örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy itt voltál. Iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk a te csatornádra. Ki tudja, lehet, addigra lesz. Holnap fog kimenni. Ja, akkor pláne. Sziasztok. Akkor a idéjére iratkozzatok fel.